mai nap, március 15-e, ünnep a naptárban. Nemzeti ünnepet lehet tiltani, vagy elrendelni, de valódi ünnep csak az lehet, amit a nemzet a szívében fogad, amely része a közösség emlékezetére. Nem lehet az ünnep pusztán kötelező értelmesség. Lehet azonban az egész nemzetet megrázó és egységbe forrasztó esemény nevében történő összejövetel, közös emlékezés azokra, akik ma nem lehetnek velük. Lehet emlékeztetés és figyelmeztetés. Mit kell elkerülnünk a jövőben, mitől kell megóvnunk magunkat és a nemzetet. Lehet önvizsgálat, amely arra kötelez, hogy megmérjük magunkat, meg tudunk-e felelni az 1848 hősei által felállított mércének. Ehhez pedig az kell, hogy megértsük céljaikat, vágyaikat, küzdelmeiket. Hiszen, ahogy Basalberg írja, csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, legyen az a közösség család, nemzet vagy ország. Ezért próbálom megidézni most kicsit talán másként a márciusi forradalom eseményeit. Köszönöm, hogy keveset. Üljenek, lányok! Ma
elmesélek valamit önöknek. Tudják, lehet, hogy részesé lehetünk valaminek, amire unokáik, dédunokáik, de még azok unokáik is büszke szívvel gondolnak ma. Egész Európa azok. Egy gondolat vezeti át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem marad. Nincs többé időhosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. Tegnap láttam berontani egy cikkét a Pélvaszba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval, elősárolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Itt a szomszéd. Higgyék el, lányok, hamarosan Pesten is olyan események történnek majd, amelyekre senki nem számít. Azért, hogy a szabadság vérben fürös tüzelt, azért, hogy szerte vére hálátlan és gazdészügyel, ne lássam úgy csőkor halaványon arcodat, vagy drágán megfizessék a halaványságodat. A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani, borítsák szerteszét a pártütőknek vére csapjai. Kemény fél fúj, lábra kap a szikra, vigyázzatok a házaitokra. Hát, ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már, tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned, hogy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kart? Tudja pár, hogy a lányokat nem tisztolhatom sokáig, hogy egy álnyékben tagja a Pesti Fiataloknak. A lányok közül van, aki tudja, hogy ön azonos azzal a vasvári pállal, akik Petőfiékkel a Pilvaszban szervezkedik. Tudom, Blanka, és köszönöm az eddigi diszkrécióját. Igyekeztem mindig úgy tájékoztatni a növendégeket az eseményekről, hogy minden fontos dolog a bölcsőjének, de önnek ne számolzik bajozóra. Igen, tudom, és a lányok nagyon kedvelik, hogy a felnőttek nézi őket, és olyanoknak, akiknek tisztában kell lennék a jövőkkel, az ország lehetőségeivel. De kérem, próbálja megügyelni arra, hogy ne keverjek bajba az ítéleteket. Ne féljem, Blanka. Hamarosan a szülők is tudni fognak mindenről. Ifjú társaimmal azon dolgozunk, hogy mindenkihez eljussanak a követelésünk. Ehhez pedig elsőt a szabad sajtó, cenzúra elkerülésre lesz. Kert fölre vágott külpárnáiról, beteg, nem zsikmagdott. Kiállt föl érzés, mennyögél, elfolytott vérzők szív alatt. Hogy jöttek ki, láncra eltrabok, lássátok a boldog dicsőnapot. Samorra, mert sok átült véletek, derült, és áldást hozzatok. Budapesten. Éppen kérdezi országgyűlés Pesten.
széket? Nemzeti bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassa. Unió, vagyis eredetileg Magyarországon való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Thank you.
Kétségtelen, az eső ellenére meg sem áll a tömeg, a Nemzeti Múzeumi, a Helytartó Tanácsi, Táncsis Börtönéi és a Nemzeti Színház díszelőadásáig. Hallottad a szót? Rendetlenül. Midőn fölzegni mindjárt beha, s a millió szív egy oldalon hevül, egy lámpiharban összecsapszanak. Ó, érzi a szót, és könnyelmű szájon, merő szokássá szentni benne váljon. Így lettünk mi. Így lettünk mi az új látó személy, új kezdődés és ünnep az idegben. Hit, vágy, cél, só, mind azóta más, mióta mi lüktetünk a szívedre. Ki minket üldöz, szívét vágja ki, ki minket nem ért, önmagát gyalázza. Mert ott vagyunk mi már mindenütt, új a világ nálunk is már, Pozsony. Örömmámorban, a forradalom bőveletében tért álomra bárs népe. Megtették, amit megkövettek tőlük a hatalom. Thank you.
Kosarából! Gyertől! Gyertől, sátor!
Istennek elvonakor. Köszönöm, hogy intézetében lehetnek. Most folytatom munkába a magyar ügyért, a magyar szabadságért. Ó, szabadságunk, édes-kedves újszülött! Légy hosszú életűje földön, élj addig, míg csak él egy magyar. S ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szentedélyben át. S ha elődjön rád a halál, ránts magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnél nélkül egy gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség. Kik is voltak tehát a hősök? A márciusi ifjak, a márciusi politikusok, a nemzetőrök, az emberek, akik az utcára voltak. A szerepeket kérjük, vagy kapjuk, elvállaljuk, vagy visszaadjuk, jól, vagy rosszul eljárjuk. A világ bírája a történelem, az utókor ítéli meg tetteinket. Csak törpenék felejtett ős nagyságot, csak elfajult bor, ős erődöket. A lelkes eljár, ősei sírlakásához, s gyújt végfénynél új szöveteket. S ha jelennek halványú sugára, a régi fény ragyogjon fel. Veszi romp a kor.